A következő szezonra érvényes szabályok szerint 5 olyan játékos szerepelhet egy csapatban, aki nem számít magyar állampolgárnak. Ilyen megítélés alá esik az egyébként magyar papírokkal is rendelkező Bráne Savic, aki így betölt egy légiós helyet a nyíregyházi csapatnál. Csütörtökön elkelt egy másik hely is, a klub ugyanis szerződés kötött a legutóbb Bahreinben kosarazó bosnyák Haris Tadiccsal. Azért esett őre a választás, mert egy olyan menedzsertől érkezett az ajánlása, akivel régebben játszottam is együtt, és eddig még nekünk rossz játékos nem küldött, és nagyon esküdözik arra, hogy ő egy extrán jó játékos, és higgyem el, hogy a bajnokság egyik legjobb játékosa lesz itt Nyíregyházán. Aztán utána természetesen megnéztük a statisztikáit, a játékát, a videófelvételek alapján, a munkáját az edzésen kívül, a kosárlabda pályán kívüli edzésen végzett munkáját, és ez alapján döntöttünk úgy, hogy úgy gondoljuk, hogy a csapatunknak hasznos tagja lesz, és idehozzuk őt Nyíregyházára. Remélem, hogy majd a mérkőzéseken is fogja igazolni ezt a bizalmat, amit a menedzsere és amit már mi is táplálunk irányába. A nyíregyházi csapatnál még két légiós hely kiadó, kiszemeltek már vannak, de a szakmai stáb nem akarja elsietni a döntést. A palánk alatti területet szeretném még megerősíteni. Rekli Józsi érkezésével már sokkal erősebbek leszünk a lepattanóban, illetve az új bosnyák srác is nagyon dinamikus és erősen támadja a lepattanókat, de még egy segítséget mindenképpen szeretnék a palánk alá, és a Ronnie Taylor helyére egy 2-es-1-es játékos mindenféleképpen szükséges. Azt mondanám, hogy a 2-es-1-es az, ami a következő lépés. Van már rá kiszemeltünk, úgy gondolom, hogy jó választás, csak meg kell egyezni vele. És ha augusztus közepén, inkább a végén látom, hogy a bosnyák srác, illetve a 2-es-1-es hogyan illeszkedik, és hol hiányzik még a csapatból egy légiós, akkor dönteném el, hogy 3-as lesz az, aki még érkezik a csapathoz, vagy 5-ös játékos lesz az, aki érkezik hozzánk. A Marsó Nyíregyháza hétfőn kezdi el a felkészülést, Tadics augusztus 17-én, az U16-os Európa-bajnokságra készülő Fazekas Csaba pedig a kontinens torna után csatlakozik a kerethez.